Elsőként Tomislav Szivicsnek, a hazaiak trénerének értékelése következik. Hát ahogyan arra számítani lehetett, jó meccs volt, és nagy küzdelem volt az egész találkozón, de talán több volt a DVTK számára ebben a meccsben, mint az egy pont. Ha valamikor megérdemeltünk a győzelmet, akkor az ma volt. Tényleg jól játszottunk, de ezek az emberek tényleg nem adták, hogy nyerünk. És ez nem véletlenül, azért mert mindenki nagyon jól tudja, kinek ez az eredmény legjobb. Gratulálom a saját csapatomnak. Arra gondol, hogy a Videótonnak és a Fradinak volt jó a döntetlen, vagy mire gondol? Hát nem akarok többet, ennyi elég. Ilyenkor, mikor ember még nem nyugodt, akkor belől jön, de annyira látványos volt, hogy gólt nem adta, ami gól volt, akkor minden kis apróság X-re jó volt, és ez nem először Miskolcon. Nem először, akkor mondjanak meg, hanyadik kell lenni, és akkor legalább nem izgulunk. Az első fél idő nagy ominózus szituációjára gondol, Gosztonyi szabálytalanságára, vagy másra is? Igen, ha szabálytalanság volt, akkor miért nem egyből? Az az én kérdésem. Miért nem egyből? Azért, mert ha előny, akkor az gól. Nagyon egyszerű. Utána volt meg 100 példa, de nem akarok, tényleg nem először, és utána engemet büntetnek. Meddig fog ez menni? Hát ezt majd meglátjuk. Minden esetre nagy küzdelmet és akarást vált a játékosaitól, akkor ezt megkapta, ezt láthattuk mindannyian. Én gratulálom a csapatnak, tényleg nagyon nagy sorozatban vagyunk, kemény mérkőzés játszunk. Máma is tudtunk egy magasíron mérkőzést játszani, egy jó ellenfél ellen, nincsen semmi gond. Jó meccs volt, csak még egyszer mondom, van ez a hiányérzésem. Jó mérkőzés volt, sok sikert kívánunk a kupában és a bajnokságban Tomislav Szivicsnek és a DVTK-nak. Két edző gratulál egymásnak. Ahogyan azt vártuk, jó mérkőzés volt, bár a lefújáskor ellenkező edzői reakciókat lehetett látni. Artner Tamás, mintha mutatta volna, hogy vége. Tomislav Szivics meg fogta a fejét, ez is beszédes volt, mintha a Halinak már ugye a végén az egy pont talán jó eredmény is lett volna. Hát azt lehet mondani, hogy a második félidő alapján egyértelműen jól kezdtük a mérkőzést. Akkor kaptunk gólt, amikor egyértelműen uraltuk a meccset, kapufát rúgtunk, ott voltak a lehetőségeink. A Diós Győr úgy rúgott gólt, hogy nem is volt helyzete. Aztán a második félidőben lehetett látni, hogy olyan minőségi játékosaik vannak, ami nekünk a kispadon azért nincsen. Behoztak egy Futácsot, behoztak egy Batióját, úgyhogy tudtak váltani. Én úgy érzem, hogy sokat kellett meccsenünk ezen a meccsen, sokszor átszervezni a dolgokat, felállási formát váltani, de úgy érzem, hogy a hozzáállás miatt megérdemeltem, hogy viszünk haza egy pontot. Említette, hogy megváltoztatta a hadrendet már a szünetben, illetve a második fél idő elején. Valóban a védekezést sikerült stabilizálni, ez volt a cél? Hát felmentek ugye két belső támadóra, ezért átálltunk három belső védőre. Ott is kellett aztán változtatnunk, szegény Fehér Zoli játszott három poszton ezen a meccsen, de mind a hármat szépen megoldotta. Vannak ilyen mérkőzések, amikor egy kicsit többet kell segítenünk a csapatnak, de a csapat előtt le a kalappal, mert nagyon sok játékosunk nem játszott, meghatározó játékosunk nem játszottak, és azért egy értékes pontot hazaviszünk Diósgyőrből. Akkor mindenképpen elégedett, úgy tűnik. Én igen.